Rakétazápor hullott Izraelre. Délen a vaskupola rendszer szinte minden támadást sikeresen kivédett. Izrael középső részén, Holon városában viszont egy lakóvezetbe csapódtak be a lövedékek. Az izraeli hadserege közben tovább haladt Dél-Gázában. Miközben Han Yunist is támadták, Jabáliában is lövéseket lehetett hallani. A hadsereg azt közölte, hogy a menekült táborban fegyvereket találtak egy táskában, melyen az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének felirata volt. A délgázai harcokról a Hamas is videót tett közzé, melyen izraeli csapatokat támadnak. Jemeni hutik vasárnap azt közölték, hogy minden olyan hajót célba vesznek, mely Izrael felé tart, és arra figyelmeztették a nemzetközi hajózási vállalatokat, hogy maradjanak távol az izraeli kikötőktől. Eközben palesztin aktivisták és a Hamas támogatásával világszerte sztrájkra hívták a palesztinokat, hogy kifejezzék szolidaritásukat Gáza felé. Az összefoglalót együtt néztük Nógrádi György biztonságpolitikai szakértővel. Jó reggelt kívánok! Eljutunk majd Ukrajnáig, de akkor kezdjük azzal, hogy mi a helyzet a gázai övezetben, mert hogy többen úgy fogalmaztok, hogy most a háború kritikus szakaszában van. Egyrészt, mert hogy Izrael nincs messze attól, hogy teljesen uralma alá vonja a gázai övezet északi részét, másrészt egyre több terrorista adja meg magát. Ezek az állítások helytállóak? Igen, csak van néhány probléma. Egy, ez a háború október 7-e óta folyik. Kettő, naponta közé teszik a halottak számát. Izraelnek 103-105 halottja van eddig a háborúban. Összesen a sebesültek száma több mint 1000. A Hamász adatok szerint most, hogy melyik mennyire igaz, egy más kérdés, nagyságrendileg 18 000 halottja és 50 000 sebesültje van. Kettő. Izrael eddig minden háborúját megnyerte, és minden békéjét elvesztette, ezt is. Mit mond Izrael? Hogy ezt a háborút hónapokig folytatja. Mit mond az amerikai külügyminiszter? Hogy hetei vannak hátra, nem lehet tovább folytatni a háborút, mert a nemzetközi közvélemény annyira Izrael ellen lesz, ez kevésbé érdekli az USA-t, és az USA ellen lesz. Ettől kezdve elég komoly nyomás megy Izraelre. Egy-két megjegyzés. Mi a izraeli cél? Ha kiverik a Hamászt, megsemmisítik, nem menjünk bele, meggyengíteni lehet, megsemmisíteni nem, rengetegen fognak a helyükre állni. Tehát abban a pillanatban a gázai térség biztonságát Izrael ellenőrzi. Mit mond a arab világ és az USA? Nem. Mit mond Izrael? Ő a katonai győzelemig harcol, nincs rá ideje. Tehát rendkívül érdekes a helyzet. Én azt látom, hogy az izraeli kormány rendkívül meggyengült, azzal együtt, hogy egy koalíciós kormány. Naponta nézem a híreket, Izraelben óriási tüntetések vannak a foglyok szabadon bocsájtása mellett. Mi a Hamas álláspont? Csak akkor engedünk szabadon foglyot, ha fogolycsere lesz és fegyverszünet. Ez ma az izraeli pont. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani, főleg a Izrael katonai célja és a politikai szövetségesek álláspontja, ugye említette Amerikát között, úgy, hogy magához képest gyorsan halad azért az izraeli hadsereg a gázai övezetben, egyelőre az északi részen, de ugye mindenki azt mondja, hogy most ugye Han Yunis elfoglalása napok kérdése, de a déli övezet az egy sokkal nehezebb probléma, ugye sokan oda menekültek, így nagyon van. Nagy a civil népesség aránya, közben az amerikai elvárás az, hogy puhább eszközökkel próbálják ott a Hamas terroristákat megtalálni, szóval ezek egymással nem kibékíthető elvárások. Válaszom azt, hogy sajnos önnek igaza van, ezek kibékíthetetlen ellentétek. Gyakorlatilag úgy tartunk, hogy Izrael katonailag megy előre, de politikailag elszigetelődik. Mit mond a izraeli védelmi miniszter, hogy annyi kegyetlenkedés van Cisjordániában a zsidó telepesek részéről a palesztinok ellen, hogy abba kéne hagyni. Oké, mit mondott a USA? Kitilt rengeteg izraelit. Mit mondott rögtön Barbek német külügyminiszter, a belgák és a többiek, hogy ők is kitiltják ezeket a ciszordániai zsidó lakókat. Tehát látszik az, hogy a katonai megoldás megy előre, a politikai nem, és látszik az, hogy azok az arab országok, Jordánia, Egyiptom, Szaúd-Arábia, amelyek ki akarnak békülni Izraellel, azok is nehéz helyzetben vannak, mert a háború ideje alatt a kibékülés nem lehetséges. Mi lehet ennek a feloldása? Ugye ön is említette, hogy Amerika az egy szűk időkorlátot szabott, talán márciusig azt akarják, hogy a fegyverszünet létrejöjjön. Igen. Visszahúzhatja a politika ezeket a katonai vezetőket?
Hát egy, jövőre Amerikában elnökválasztás lesz, kettő. Én jelezni szeretném, hogy ma a térségben egy meghatározó hatalom van, úgy hívják, hogy USA. USA-nak kell eldönteni, hogy mi lesz. Amit mondok, csúnya. A Szovjetunió nem létezik, Oroszország a térségben meggyengült, Irán sok mindenre képes, a térség meghatározására, nem arra, hogy Jemenbe huszikat támogasson, igen. Tehát az USA-nak kell eldönteni, hogy milyen fegyverszünet lesz, egy látszik. Az a palesztin elv, ami a világon sok helyen van, hogy a folyótól a tengerig magyarul Izrael szűnjön meg, ez elfogadhatatlan a nyugati világ és az USA számára. De az, hogy Izrael gyakorlatilag azt csinál, amit akar a gázai térségtől kezdve, ez legalább ennyire elfogadhatatlan. Tehát egyes számú kérdés, meddig marad a izraeli vezetés, kettes számú kérdés, jövőre mi lesz az USA-ba? Három, képes az USA mai vezetése arra, hogy a lehetőségeit kihasználva a térségben békét teremtsen erővel? Ugye ezek a nagy politikai kérdések, de az elrabolt túszok családja számára az ő életük az elsődleges. És ugye most kiderült, hogy megerősítették az egyik túsznak a meggyilkolását, és ugye ön is mondta, hogy a Hamas csak fogoly cserével hajlandó további túszokat szabadon bocsátani. Lesz-e újabb olyan nagyobb fogoly cserére lehetőség, vagy szándék a két fél részéről, amit láttunk a tűzszünet ideje? Két megjegyzésem van, az egyik. Az első fogoly cseré sem akarta az izraeli vezetés, harcolni akart. Ezt a fogoly cserét amerikaiak rákényszerítették. Másik. Nagyon csúnya, amit mondok, sokan meg fognak sértődni. Egy háborúban a katonai cél az elsődleges. Nagyon fontos a foglyok kérdése, de ez másodlagos. Az izraeli vezetés is így áll hozzá. Ők nem mondják ki, ők politikusok. Én egy hülye egyetemi tanár vagyok, én kimondhatom. Tehát nagyon fontos a túszok kérdése, de másodlagos. A fogolycsere attól függ, hogy az USA képes-e ilyen nyomást gyakorolni Izraelre. Zárójel, az elmúlt 24 órában Katár, Szaúd-Arábia, Jordánia, Egyiptom külügyminiszterei újra leültek Blinkennel, amerikai külügyminiszterrel, hogy kényszerítse ki a fogolycserét. A probléma az, hogy Izrael szempontjából a fogolycsere fegyverszünetet jelent, fegyverszünet után nehezebb újra kezdeni a háborút, és a fegyverszünet azt jelenti, hogy a Hamas külső támogatáshoz jut. Ukrajna. Igenis. Egy nagy ugrással. Ugye mindenki azt találgatja, hogy az a videó felvétel, ami elterjedt a Telegramon, az X-en és Zelenszky és Orbán Viktor, hát nagyjából 10-15 perces beszélgetéséről hang nélkül ugye Argentínában, az mit rejthetett? Ugye Zelenszky annyit mondott róla tegnap, hogy egyenes és őszinte beszélgetés volt. Ez egyértelmű. Az látszott, igen, a metakommunikációból. És ugye Havasi Bertalan is megerősítette a miniszterelnök sajtófőnöke, hogy arról beszéltek, hogy Ukrajna EU csatlakozása folyamatosan napirenden van, csak nem olyan előjellel magyar részről, mint ahogy ezt az ukrán elnök szeretné. Mennyit segíthet ebben a helyzetben az, hogy tényleg érdemben könnyítettek a kisebbségiek nyelvhasználati jogain most az új ukrán nyelvtörvénnyel? Gyakorlatilag Ukrajna valamit adott vissza abból, amit az elmúlt években elvett. Mi a magyar álláspont? 2015-ig Ukrajnába úgy, ahogy ment a kisebbségek helyzete. Ennek a töredékét adták vissza. Másik. Ha én ukrán politikus lennék, ugyanezt mondanám, hiszen a ülésponton meghatározza az álláspontom. Mit mondanak? Véget ért a korrupció. Elnézést. Hát pár héttel ezelőtt váltották le a védelmi minisztert, hogy annyit lopott. Most váltottak le három tábornokot. Most váltottak le elmúlt három napban három vagy négy területi vezetőt, hogy annyit lopott. Tehát azt mondani, hogy véget ért a korrupció, az egyszerűen hazugság. De a magyar álláspont fő indoka az a nyelvtörvény így volt, van. Most pedig középiskola végéig lehet magyar nyelven tanulni. Igen, csak rengeteg olyan dolog van, ami a magyaroknak megvolt. Elnézést. A magyarok jelentős része elmenekült Kárpátaljára, vagy elüldözték. Erről egy szó nincs. Következő, mit mond Zelenszky, hogy csak azoknak ad vissza a jogokat, amiknek van állama az Európai Unióba. Akinek nincs, a legnagyobb kisebbség, a oroszok semmit nem kapnak. A Zelenszky rendkívül ügyes PR csinál, elnézést, hogy egy háborúban ez azért érthető, hogy az oroszoknak nem tesz könnyebbségeket. Persze, csak azért annyit látni kell, hogyha kívülről nézem, hogy szembe került egymással az ukrán politikai és katonai vezetés, hogy nyugaton rendkívül sok vezető azt mondja, hogy ez a vezetés mindenre alkalmas. Egy héttel ezelőtt nyilatkozott a NATO katonai bizottság volt vezetője, a Kuját tábornok, én nagyon szeretem, őt ismerem, aki azt mondta, hogy ezt a háborút Ukrajna nem nyerheti meg, minden, amit csinál, az PR. Tehát Ukrajnában kérdőjelek vannak, elnézést, tegnap tették közzé az ukrán költségvetést. Az ukrán költségvetés a katonai kiadásnak fedezi kb. 85%-át, tehát nyugattól függ, ha nem kap pénzt, akkor az ország vége van. Tehát ezt azért látni kell, nagyon sok mindent megtettek a kisebbségekért, de rendkívül távol vagyunk attól, ami volt.
Én most beszéltem kb. 2 héttel ezelőtt a beregszászi polgármesterrel, aki azt mondta, hogy most kell neki hősi emlékművet csinálnia, mert ha nem csinálja, eltávolítják a magyar emlékműveket. Uh-huh. Tehát egy rendkívül látványpolitikát folytatunk. Na jó, de érdekes a beregszászi polgármester, hogy említette, mert ő pont aláírta azt a nyílt levelet, amiben Orbán Viktorhoz és a tanácselnökéhez fordulnak, hogy ne gördítsenek akadályokat, hogy legalább tárgyaljanak az ukrajnai uniós csatlakozásra. Én egy persze azt mondtam, hogy az ülésponton meghatározza az álláspontot. Ha én lennék a beregszászi polgármester, én is aláírnám, de tökéletesen tudom, hogy ön négy szem közt miket mondott, hát most beszéltem vele, hogy a valóság más. Ezek a magyar vezetőként rákényszerülnek olyan kompromisszumokra, amire Budapest, hál' Isten, Budapestről nézve nem kényszeríthető. Ugye a mai napig nem szivárgott ki semmi Macron és Orbán találkozójáról az Elizé palotában, és ugye holnap indul az uniós csúcs, az Európai Tanács ülése. Születhet-e kompromisszum? Ugye az egyik kérdés az uniós csatlakozás megkezdése, a másik, hogy bővítsék-e úgy az uniós büdzsét, hogy abból jusson egy 50 milliárd euró Ukrajna támogatására, ami az amerikai források hát most blokkolása után kulcsfontosságú lenne Zelenszky szerint. Egy. Bármikor, bármiről született kompromisszum. A kérdés az, hogy a kompromisszummal én, mint Magyarország jó járok-e, vagy nem. Másik. Azért egyszer ki kell mondani. Nagyon sok támadást kaptam, hogy kimondom. Ami pénzt odaküldünk, annak a 30%-át lopják el. Ma már az amerikai képviselők is ugyanezt mondják. Mi történt a Orbán-Macron találkozó? Nyilván végigvettek mindent, Gázát, Ukrajnát, bővítés, stb. Nyilván megnézték, hogy melyek azok a pontok, amelyek megfelelnek a francia és a magyar álláspontnak. Egy-két nap múlva ezt látni fogjuk, amikor az uniós csúcs. Lehet, hogy az a kompromisszum átmenet, amit ugye a franciák javasolnak, hogy legyen egy ilyen stratégiai partnerségi egyezmény Ukrajna és az unió között, illetve egy segélyalap, amiben mindenki befizetett, amennyit szeretne, csak nem kötelező jelleggel? Gyakorlatilag ez ugyanaz, amit a magyar kormány mond. Tehát a kettő közt óriási az átfedés. Ma Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz és a NATO-hoz nem lehet napirenden. A NATO nem merült föl. A NATO az elmúlt 24 órában mondta az ukrán vezetés 5-ször. Pont. Hát az egy ilyen wishful thinking. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.